nincsünk hivat, hanem megy másképp, hát így kezdjük el. Míg magyar szóra magyar szó felel. A Nemzeti Összetartozás napja. A Magyarországgyűlés 2010. május 31-én nyilvánította azzá a trianoni békeszerződés aláírásának napját. 1920. június 4-én iratták alá az első világháború győztes hatalmai Magyarország képviselőivel a versailles-i Nagy Trianon kastélyban a háborút lezáró magyar békeszerződést. A béke feltételei a magyarok részvétele nélkül határozták meg az 1919-20-as párizsi békekonferencián. A szerződés kimondta, az osztrák-magyar monarchia felbomlott. Ennek következményeként Magyarország Horvátország nélküli területét 293.000 négyzetkilométerről 93.000-re, lakosságát pedig 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. A Felvidék, a Kisalföld északi fele és Kárpátalja Csehszlovákiához, Erdély, az Alföld keleti pereme és Kelet-Bánát Romániához, Horvátország, Bácska, Nyugat-Bánát, Zala megye nyugati pereme, a Muraköz és a Baranyai háromszög a Szerb-Horvát-Szlovén királysághoz, Nyugat-Magyarország, az Őrvidék egy sávja Ausztriához került, Lengyelország pedig Szepes és Árva megyékből kapott területeket. Ezzel a magyar állam elveszítette területének mindegy kétharmadát, iparának 38%-át, nemzeti jövedelmének 67%-át. Mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság egyharmada az új határokon túlra került, felük összefüggő tömbben a határ mentén. A békeszerződés tartalmazott a kisebbségek jogaira vonatkozó előírásokat is. Eszerint az ország lakosait egyenlő jogok illetik meg, nemzetiségi, faji, vallási hovatartozásuktól függetlenül, a törvény előtt egyenlő bánásmódban kell részesíteni őket, és biztosítani kell kulturális, vallási életük zavartalanságát. Ezt azonban a legkevésbé tartották, s tartják tiszteletben azokban az államokban, ahol nemzetiségi, kisebbségi sorba kerültek magyar testvéreink. Az aláírás percében Magyarországon megkondultak a harangok. 10 percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek. Országgyűlésünk 2010-ben a törvény elfogadásával kinyilvánította. A több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.
Sólyom László, köztársasági elnök 2010. június 3-án aláírta a törvényt, így az 2010. június 4-én hatályba is lépett. A Kárpát-medencében egy virtuális belső Magyarország született. Ennek határai a nemzeti nyelv, a nemzeti kötődésű irodalom, a hitélet, a művészetek, a népi alkotások, a hagyományőrzés, a viselkedési szokások továbbélése révén, a fizikai, földrajzi, állami és jogi széttöredezettség ellenére az országhatárok fölött is átívelőn él tovább. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk, mint a villám tépte magányos fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk, egy vérből valók vagyunk. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el. A 2014-15. évi határtalanul programot a 7. évfolyam számára egyéni szervezésben a két osztályfőnök, Gábor bácsi és Zsolt bácsi készítették elő és valósították meg. A korábbi 7. évfolyamok kárpátaljai, illetve erdélyi utazásai után mi a Felvidéket választottuk úti célként. A Felvidék a Kárpát-haza északi része, az északi egykoszorútól délre eső területeit jelölő földrajzi egység. A terület bővelkedik a Kárpát-medencei magyar gazdaság, kultúra és történelem kincseiben. Számos neves szülöttet adott a hazánknak. 1920. június 4-én Csehszlovákiához csatolták, ma szlovák állam s az Európai Unió része. Hallgassuk most meg a Felvidék himnuszát! Szép hazánk Felvidék, szálljon ez az ének, szálljon a világba, magyarnak, testvérnek. Sötét felhőkből esőt küld le ránk az ég, lemossa könnyeink, érted sírunk Felvidék, itt állunk árván, a páink sírja felett, itt, ahol szentjeid óvták a nemzetet. Sírnak most harangok fiaid szívében, és bátor harcosként kardot tartva égnek. Ki ellenségnek jön, lássa vesztéte kézben, és ki barátnak jön, azt áldja meg az Isten. Te földet adtad, s mi vérünk adjuk néked. Te nékünk szabadságot, s mi harcolunk, te érted. Szép hazánk Felvidék, szálljon ez az ének, szálljon a világba, magyarnak, testvérnek. Szép hazánk Felvidék, szálljon ez az ének, szálljon a világba, magyarnak, testvérnek.
Első határtalanul utunkon Csalló közbe utaztunk, annak is egy többségében magyarok lakta településére, Csicsóra, melynek 1300 lakosából 1100 magyar nemzetiségű. Célunk a kapcsolatépítés volt. Ehhez kínált lehetőséget Nagy Géza helyi fafaragó és Felcs Gábor bácsi művészbarátsága. Géza bácsi segítségével és közreműködésével tölthettünk első napunkat a Gáspár Sámuel alapiskola diákönkormányzatos diákjaival és tanáraival. Az iskolában a polgármester és Géza bácsi köszöntött bennünket. Ebéddel fogadtak minket, majd miután köszöntöttük őket és átadtuk ajándékainkat, ismerkedő sétára indultunk a településen. És ez mindig is magyar ajkú település volt, hisz már első írásos jegyzékük is 1172-ből találhatók erről a községről, és hát a mai napig itt ezen a településen is 90%-ban magyar gyerekek járnak iskolába, ez a iskola is szintiszta. Magyar általános iskola. Van egy tanátok, Felcs Gábornak hívják, és aki itt Csicsón a 9 éves találkozás alkalmával, a Fafaragó tábor találkozás alkalmával, nem csak Gábor személyében, hanem az egész Felcs dinasztia személyében Csicsón itt minden évben megjelentek. Fogjátok látni majd az alkotásait, és büszkék lehettek a tanáratokra. A már harmadik bélakori oklevelekben is felbukkanó Árpád-kori település Csicsó köztereit a magyar történelem jeles eseményeinek és személyiségeinek faragott faszobrai díszítik. Hétvezér szoborpartjukat a mi kerületünkben álló hétvezér alkotás ihlette, melynek munkálataiban vendégfafaragóként Géza bácsi is közreműködött. Ekkor határozta el, hogy Csicsón is lesz egy hétvezér szoborpark. A szoborcsoport felállításának izgalmas körülményeit is elmesélte Géza bácsi. A szobor, ez mikor felállítottuk, akartuk volna felállítani. Titkos rendőrök járták a falut, és a polgármester is bementek, és kérdezték a polgármester, hogy mi akar ez lenni. Még két nappal előtte is, a felállítás előtt is, zaklatták a családomat telefonokon köröztül, viszont amire büszke vagyok, hogy Durai Miklós avatta, és arra is büszke vagyok, hogy ez a nyelvtörvényszobor Dunaszerdahelyen, a DAC stadionban, a DAC az egy futballcsapat, biztosan hallottatok róla, egyedül olyan magyar csapat, ami tele van szlovák játékosú, de lényegtelen mégis magyar, akkor is magyar, mert olyan drukker szurkoló tábora van neki, hogy egész Szlovákiában híre van neki, és sehol nincsenek annyian a futball mérkőzéseken, persze azok már magyarok. 15 ezer magyar tapsult ennek a szobornak. Látogatásunk hetében emlékeztünk az aradi vértanunkra, ezért sétánk során Csicsón is megálltunk emlékhelyükön, és Gábor bácsi és diákjaink kis műsorral kedveskedtek helyi kísérőinknek. Határai feléd véstem. A kitelepítettek emléktáblájánál Géza bácsi mesélt a település hajdani magyar lakóinak megpróbáltatásairól. 1949-ben jött egy olyan törvény, hogy aki magyarok háborúvesztes fél volt, és akkor már Csehszlovákiához tartoztunk, hogy ott előtte voltak a Trianoni emléktáblánál. Mivel Csehszlovákiához tartottuk, úgy döntött a csehszlovák hatalom, hogy a magyarokat innen kiköl, telepítő, ugyanis jobb posztottá vált mindegyes magyar, akár te, akár... Tehát még nekem is, az unokám is még mindig jobb posztott, de ebben nem megyünk bele. Nagyon messze az ország másik felébe kitelepítették Csehországba. Bizony 500 kilométerre is kerültek innen, és a környékből is családok. Voltak olyan családok, akik ott föl vannak róla. 11 tagú családot telepítették ki, képzeljétek el, volt benne egy 2 éves gyerek is. Aki már akkor bűnös volt, 2 évesen, no és kitelepítették őket, sokszor könyörtelen helyekre kerültek, olyan helyekre, ahol hideg, hűtette helységekbe. Esti hazaindulásunk előtt játszottunk, majd fociztunk egy jót a csicsói diákokkal, s búcsúzáskor tavaszi budapesti viszontlátogatásra hívtuk őket. Addig is megállapodtunk egy többfordulós internetes játékban, melynek feladatai a magyar történelem és a néphagyomány jeles eseményeit, ünnepeit tekintették át. Hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk, mi
egy vérből való vagyunk. Mi egy vérből való vagyunk. Karácsonykor videóüzenetben köszöntöttük őket. Építsünk hidat, tiszta szavakból határok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el. Mi magyar szóra, magyar szó felel. Második határtalanul kiránduló napunkon, április 30-án a Garam mentén jártunk a Felvidéken. Garam Szentgyörgyön a tájegység népi hagyományaival és múltjával ismerkedtünk, amikor felkerestük a Duba tájházat. Ez tulajdonképpen egy olyan parasztporta, ami magán múzeumként működik. Tulajdonosa Duba Ernő bácsi családi örökségként gondozza, hiszen több mint 200 éve felmenői, ősei tulajdonában állt az épület együttes, a hozzátartozó területekkel együtt. A műemléki tájházon látszott az elődök tiszteletén és szeretetén alapuló gondosság. Nem véletlenül nyerték el tavaly az év tájház vezetője kitüntető címet. Volt egy első ház, volt egy konyha, és volt egy ház. Ez a verőce, ez a mi nevünk, ez az ajtó, ez a verőce. És a mi polgári társulásomnak, aki működteti ezt a tájházat, annak az a neve, hogy Verőce. És az a kis ajtó, ennek az volt a neve, vagy hát az a neve, hogy Verőce. És itt sütötte a gazdasszony a kenyeret. Ott van bent a kemence, és itt van minden hozzávaló, ami kellett. Nagyon érdekes volt a férfiaknak a gombok, meg a nőknek is a gombokat, népviseleti ruhákon azokat gyűjtöttük össze, és ott van a üveg alatt. Vendéglátóink látogatásunk végén kis ajándékkal is kedveskedtek nekünk, és abban a megtiszteltetésben részesítettek bennünket, hogy elmehettünk a községházára, ahol egy nappal a megnyitása előtt mi tekinthettük meg elsőként a helyi közösség nosztalgia kiállítását. Itt a helyiek által féltett kincsként, emlékként megőrzött kép- és hangtechnikai eszközökből és médiahordozókból összeállított bemutatót láthattunk a községháza nagy termében. Bányi a panyíri, még szerű sízsál, jágyünk dusi, emlődi kárdelál, jágyi szépanám, jába kegdalámál, egy cicikovám, jellegy. Folytatásban Zselízre vezetett utunk. A kisvárost az Árpád-kor vége felé 1274-ben említik először oklevelek. Nevét a Garam mentén északra húzódó vasszállításra használt ókori útról kapta. Már várt bennünket a helytörténész, amatőr régész Pavel Polka, aki a szlovák, a cseh, a német és az angol mellett kiválóan beszéli a mi nyelvünket is. Sajátos, szórakoztató humorával fűszerezett tárlat vezetése igazán kellemessé tette látogatásunkat. 1818-ban az Eszterházy, aki Bécsben élt, meghívta Schubertet Zselízre, és miért hívta meg? Hát mert volt két aranyos lánya. Nagyobbik volt a Mária Eszterházy, a kisebbik volt a Karolin Eszterházy. És akkor a zajos, bolondos Bécsben azt mondta az Eszterházy nagyon okosan, hogy Schubert nem itt a zajos Bécsbe fogja tanítani, uram, a két lányomat, hanem elmegyünk Zselízre, ott nyugalomban, csend van, van egy fantasztikus... A Schubert emlékház és múzeum kincsei közt sétálva felfedezhettük, hogy a település ékszerdobos szépségű kis kastélyában lakó Eszterházyak valódi kultúrközponttá tették Zselízt. A méltán világhírű zeneszerzőn kívül a speciális tortáiról világhírű vélet Zaher dinasztia tagjainak karrierje is innen indult. A torta feltalálója az Eszterházyak Bécsből fogadott szakácsaként működött, konyháját a Schubert házban rendezte be. De ugyancsak az Eszterházyak galántai ágához kötődik a mai Európai Unió gondolatát megalapozó Robert Schumann. Én a lányukat fel akarom tenni a magyar papírpénzre. És itt felkerült a két pengősre, a 100 000 pengőre és a mi vérünk.
Ez a mi vérünk, mert innét a szomszéd faluból van, és erre én nagyon büszke vagyok, hogy tőlünk jött egy magyar művész, képzőművész, és rátett, és egész Magyarországon, de nem csak ott, egész világon ezt a papírpénzt használták, és ebben tüzettek, stb. Ahol a mi Valika nénink, mert én már csak úgy ismertem, hogy Valika néni, rajta van. És most már csak komolyan lehetek büszkék, hogy nagyon szépek vagytok, mert kötelességetek most szépnek lenni, de minden lány megöregszik. És ez is ő. Szóval itt volt fiatalon, de a legszebb Claudia Schiffer is meg fog öregedni, meg a legjobb színésznők is. Szóval erre soha nem szabad lenni nagyon büszkének, hogy jaj, de szép vagyok, mert a legszebb lányok is megöregednek. De be tudtak menni. A kastély sajnos a felújító munkálatok elején tart, de még romos állapotában is elképzelhető, milyen szépségű és otthonos lehetett fénykorában. A környezetét alkotó angolpark csodálatos több száz éves fáival, sétányaival, kis patakjaival ma is a pihenést, felüdülést jelenti a kisváros lakóinak. Hazafelé vezető úton a virtuális határátlépés előtt megálltunk a hajdani határvárosban, Párkányban. Körbesétáltuk főterét, s pillantást vetettünk a túloldalról a magyar történelem két ikonikussá lett épületére, az esztergomi bazilikára és a várra. Megcsodáltuk a Mária Valéria hidat, ami több évtizednyi torzó állapotából épült újjá, az Európai Unió ajándékaként, és köti össze az összetartozó partokat újra, magyarokat a magyarokkal, határtalanul. Május 9-én szombaton fogadtuk a Csicsói Gáspár Sámuel alapiskola küldöttségét. 26 tanulóval és 4 pedagógussal, köztük igazgatónőjükkel, Német Ildikóval viszonozták látogatásunkat. Igyekeztünk egy tartalmas és emlékezetes nappal megajándékozni őket. A délelőtti és déli órákat a belvárosban töltötték. Zsolt bácsi és Gábor bácsi fogadta és kalauzolta a csoportot. Először egy dunai sétahajókázáson ismerkedtek a gyönyörű Budapest Dunaparti belvárosának impozáns, történelmi és újabb építési modern nevezetességeivel. Az időjárás mindhárom programunkat, így a budapesti napot is kegyeibe fogadta, ami kellemessé tette hajóutunkat is.
Városnéző programunk a Hősök terén folytatódott, ahová kontinentális Európa első föld alattiával érkeztünk meg. A téren Zsolt bácsi bemutatta a millenniumhoz kapcsolódó építkezések eredményeit, a tér nevezetességeit. Majd a városligeti sétán néztük meg a Vajdahunyad várat és az Állatkerti körút nevezetes épületeit, a Volt Vidám parkot, az állatkertet, a Széchenyi fürdőt és a Gundeléttermet. Ez alatt iskolánkban lázas munka folyt. Bilibók, Fákja, Szabó és Vágó anyuka segítő közreműködésével Molnár apuka és Elek bácsi megfőzték a gulyást a vendégek és a hazaiak ebédjeként. Undi Ildikó néni Gyuri bácsival pedig a második fogásról, a friss lángosról gondoskodtak. 12 hetedikes diákunk a terítésben, vendégfogadásban és a délutáni közös programok kivitelezésében segítkezett. Ebéd után Elek bácsi bemutatta iskolánkat, köszöntötte vendégeinket, majd fogadtuk vendégeink köszöntését és ajándékait is. Kihirdettük internetes eljátékunk végeredményét, és átadtuk a győztesek jutalmát. Hogy nekünk is ebben a csodálatos élményben, hogy megismerhettük az iskolátokat elsősorban, amit mi lehet nézni még a felvidék szépségeiről. A vendégiskolában Vörös Flórián 5. osztályos tanulónak. A Gulnád iskola győztese pedig 7. P-osztályú Kerényi utca. Ezt követően helytörténeti sétára indultunk történelmi városközpontunkba, a Kossuth térre. Gábor bácsi bemutatta a mi hétvezér szoborparkunkat. Ennek alapján készült. Nagy Géza bácsi járt nálunk, ezt meglátta, és azt mondta, hogy ilyen kell neki csücsóra is. Hát úgy tervezte ezt 2006 elején még, hogy apámmal együtt fogjuk csinálni. Hát sajnos a sors úgy hozta, hogy ő már kimaradt ebből, ő már odafentről dirigáltott, hogy kell. Ezt a hétvezért 1998-ban kezdtük el tavasszal faragni, egész nyáron faragtuk, és 99 nyarára lett kész. Télen pihent, és 99. augusztus 20-án adták. Majd körbesétáltuk a teret, megmutattuk nevezetes épületeinket, szobrainkat. Szabó Magda regényéből Zsuzs Éva rendezte, az a címe, hogy Abigail. Abba ez a szobor szerepel, többször is néhány. Az iskolába visszatérve uzsonnával, majd játékkal töltöttük a vendégeink hazaindulásáig maradt időt.
búcsúzó vendégeink meglepetés műsorra kedveskedtek nekünk. Messze tornyokat látom a sorba, szédül, elbúsol, s lehull a korba, melyből létezett. Mindig elvágyik, s nem menekülhet, magyar vágyakkal, melyek előnek, s fölhordadnak megint. Tied vagyok én, nagy haragomban, nagy hűtlenségben, szerelmes gondban, szomorúan magyar. Föld felhajtott kér, búsakaratlan, kicsi országon, példás alakban, te ország nagyobb. És jaj, hiába minden, ha szándék, százszor földönnád, én visszaszállnék, százszor is, végül is. Magyarnak lenni, tudod mit jelent? Magasba szállva, tenni egyre lent. Mosolyogva, mint a méla őszi táj, nem panaszolni senkinek, mi fáj. Borogni mindig, mint a nagy hegyek, mert egyre gázlik bennünk valami, sok százados bú, melyet nem lehet. Sem eltitkolni, sem bevallni. Túl minden bút, minden szenvedésen, önérzetünket nem feledve mi sem. Nagy szívvel negyed, nem akad a hűség, magyarnak menni büszke gyönyörűség. Ezt követően elköszöntek, s hazaindultak. Már aznap esti hazaérésüket követően újból megköszönték a tartalmas vendéglátó napot. Leírták nekünk, hogy milyen szépnek látták iskolánkat, s mennyire gyönyörű városnak tartják fővárosunkat, Budapestet. Akik nélkül ez a program nem jöhetett volna létre. Köszönjük szépen! Idei Határtalanul programunk mottoja a kapcsolatépítés volt. Örülünk, hogy annyi magyarságát, anyanyelvét, kultúráját féltve őrző és ápoló fiatallal és idősebb emberrel találkoztunk. Hátborzongatóan jó érzés volt, hogy amerre jártunk, magyar szavainkra magyar szóval feleltek, kedvesek és segítőkészek voltak. Pedig sorsuk nem könnyű. Számuk egyre fogy, s azok a családok, ahova házasság révén szlovák családtag kerül, fokozatosan elszlovákosodnak, ahogy Garamszent Györgyön Ernő bácsitól megtudtuk. Ugyanakkor szoríthatunk a felvidéki magyar nyelvű oktatásért, így a Csicsói Gáspár Sámuel alapiskola jövőjéért is, mert a szlovák törvények s az oktatás finanszírozás tervezett módosításai nyomán a felvidéki magyar iskolák közel kétharmadát az elsorvasztás bezárás fenyegeti. A jelenleg 9 osztályon működő Gáspár alapiskola jövő évi működésében 6 osztályt fog csak a szlovák állam finanszírozni, ha parlamentjükben megszavazzák a módosításokat. Féltjük őket és szorítunk értük, hogy méltósággal megőrizhessék magyarságukat, az anyanyelvű oktatáshoz való alapvető jogukat. Mert a belső határokat jelképessé tevő Európai Unióban sem könnyű mindenhol megőrizni ezt, különösen itt, a Kárpát-medencében. Ma, a Nemzeti Összetartozás napján, a határainkon túl, a szorványban, s szerte a nagyvilágban élő magyar testvéreinkre gondolunk. Arra a közel 5 millió magyarra, akiknek sorsa nagyon különböző, függően attól, merre vetette őket a történelem vihara. Hajtsuk meg tisztelettel fejünket előttük, hiszen hősies törekvés az övék. Megőrizni és továbbadni csodálatos anyanyelvünket és kultúránkat egy másik állam keretei között is. Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján gondoljunk testvéri tisztelettel és szeretettel minden magyarra, éljen a föld bármely országában.